Jó estét kívánok, ez a világhíradó. A Brexit elhalasztásán dolgozik London és Brüsszel, állítják brit lapok. Az elmúlt napokban a Szigetország több minisztere is lemondással fenyegetőzött, ha a May kabinet nem zárja ki egyértelműen a megállapodás nélküli Brexitet. A brit kormányfő a hétvégén azt kérte, halasszák el a Brexit megállapodásról szóló érdemi szavazást március közepére. Hazárdjátékot tűz Theresa May. Bírálói szerint a brit kormányfő azért tologatja a Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazást, hogy a sürgető határidő nyomásával megtörje a kormánypárti képviselőket. Ez azonban kockázatos lehet. May ugyanis azt kérte, a voksolást március közepére, a Brexit határidő előtt alig két hétre tolják ki. A csapatommal együtt kedden visszatérünk Brüsszelbe. Ki kell dolgoznunk egy megoldást arra, hogy elkerüljük azt, hogy Nagy-Britannia időkorlát nélkül bent ragadhasson egy vámunióba. Ezen a héten még nem tudunk érdemi lépéseket felmutatni, de március 12-ére ez megtörténhet, fogalmazott May. Mások ugyanakkor arra figyelmeztetnek, ha március 12-i szavazás is elbukik, szinte semmi remény nem marad a megállapodás nélküli Brexit elkerülésére. A legutóbbi érdemi szavazáson May indítványa történelmi vereséget szenvedett. Mindezek fényében nem meglepő, hogy egyes uniós országok arról beszélnek, felkészültek arra, hogy ha kell, március 29-én visszaállítják a vámellenőrzést a Nagy-Britanniából érkező áruforgalomra. 700 új vámhivatalnokot vettünk fel, bár egyelőre nem tudjuk pontosan, mekkora teher fog ránk hárulni. Az elmúlt hónapokban a tárca dolgozói idejük nagy részét ennek a feladatnak szentelték, mondta a francia költségvetési miniszter. Theresa May az Európai Unió és az Arab Liga kétnapos egyiptomi csúcs találkozóján több uniós intézmény, valamint tagország vezetőjével, köztük Angela Merkellel és Jean-Claude Junckerrel is egyeztetett. Elemzők szerint a Sharm el-Sheikhi találkozót az uniós vezetők egyfajta last minute Brexit egyeztetésre használták. Egyre többet hallani arról, hogy a március 29-i határidőt végül eltolhatják. A Sharm el-Sheikhi találkozók után az Európai Tanács elnöke is azt mondta, ez észszerű lépés lenne. Mások azonban arra figyelmeztetnek, egy ilyen módosítás teljesen felforgathatja például az európai parlamenti választásokat. A Brexit miatt ugyanis már nem számolnak brit képviselőkkel az újraválasztott EP-ben. Örömmel veszik Kim Jong-un vietnámi csúcs találkozóját Donald Trump-al az észak-koreaiak, legalábbis erről számoltak be az állami tévécsatornán. A zárkozott kommunista diktatúra első embere szombaton indult útnak, hagyományosan vonattal utazik. A szerelvény helyi idő szerint hétfő délután haladt át egy dél-kínai városon, ahonnan még mintegy 1000 kilométeres út vezet Hanoiba. Kim Jong-un a tervek szerint szerdán és csütörtökön ül egy asztalhoz Donald Trump-al. Az egyeztetések fő témája várhatóan az észak-koreai atom- és rakétaprogram leszerelésének további lépései lesznek. Három napig tüntettek Algériában ellenzéki aktivisták. A demonstrálók az ellen tiltakoztak, hogy az országot már két évtizede kormányzó, 81 éves államfő az ötödik elnöki mandátumáért is indulni akar az áprilisi választásokon. A vasárnapi demonstrációt a rendőrség könnygázbevetésével oszlatta fel. Vasárnap már harmadik napja vonultak az utcára kormányellenes demonstrálók az algériai fővárosban. Az országban ritkán történik ilyen megmozdulás, Algériát még az arab tavasz is elkerülte. Népünk már nem fél, nyíltan szembefordultak a rezsimmel, hogy a szabadságért harcoljanak. Ma békés eszközökkel vonulunk az utcára, és ott is maradunk egészen addig, amíg a rendszer össze nem dől, és szabad, igazságos országot építhetünk, fogalmazott a demonstrációk egyik szervezője. A tiltakozók azt követelik, hogy az országot 20 éve kormányzó Abdel Aziz Bouteflika ne induljon az áprilisban esedékes választásokon. A 81 éves elnök most tölti ki negyedik ciklusát. Ennek a bandának el kell tűnnie, nem lesz ötödik ciklus, mondja egy tüntető. Péntek óta több ezren vettek részt a demonstrációkon, a vasárnapi tüntetésen néhány százan voltak. Az elnöknek néhány éve komoly egészségügyi problémái is voltak, ráadásul azóta csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. Többek szerint egészségileg sem alkalmas az elnöki tisztségre. Vannak, akik szerint az országot nem Bouteflika, hanem az államfő tanácsadói kormányozzák. Mások arra hívják fel a figyelmet, hiába került el a szomszédos országokban komoly felfordulást okozó arab tavasz Algériát, ennek is ára volt. Az akkori követeléseket reformok, valamint fizetésemelés ígéretével nyomták el. Azóta azonban jócskán megcsappantak a főként kőolaj és földgáz exportra alapozott állami bevételek, így az ország gazdasága is válságban van. A 30 éven aluli fiatalok körében nagy a munkanélküliség,
4 fiatalból egynek nincs munkája. Legalább 25 tüntetőt öltek meg venezuelai katonák egy brazil határhoz közeli városban, ahol a demonstrálók azt követelték, engedjék be a külföldi segélyeket. A múlt héten történt incidensről a helyi község polgármestere számolt be. Szerinte a venezuelai állami kórházak nem közölték a valós adatokat, ezért lehetett eddig csak 2 áldozatról tudni. A katonák erőszakkal akadályozták meg a segélyek behozását a kolumbiai Cúcuta városából is. A kolumbiai elnök elrendelte, hogy 48 órára zárják le az ottani határátkelőt, vasárnap pedig a helyszínre látogatott. Közben Bogotába repült Mike Pence amerikai alelnök, hogy részt vegyen a venezuelai válság rendezését célzó limai csoport csúcs találkozóján. Népszavazáson utasították el Japánban Okinawa lakói, hogy új amerikai légibázis épüljön náluk. A jelenlegit 74 éve építették, és már régóta tervezik, hogy átköltöztetik a sziget egy nem sűrűn lakott részére. A referendum nem volt kötelező jellegű, így a kormány felülírhatja a helyiek akaratát. Nem akarnak újabb amerikai légibázist Okinawán, erről tartottak vasárnap népszavazást, amin 52,5%-os részvétel mellett több mint 70% utasított el a támaszpont új helyre költöztetését. A létesítmény jelenlegi helyén közben már régóta szenvednek a gépek zajától. Egy év egy repülőgép darabjai lezuhantak, utána a közeli iskola búvóhelyet épített, hogy a kint játszó diákok biztonságba tudjanak vonulni, mondta egy férfi, aki 20 éve nyújt jogi segítséget a helyieknek, és akinek a vezetésével pertárs. Alakult. A légibázis ügyek kiemelt témája volt a 2018-as okinawai helyhatósági választásnak is. A prefektúra kormányzóját éppen azért választották meg, mert megígérte a népszavazás kiírását és az építkezés leállítását. Határozottan kérem a kormányt, tartsa tiszteletben a nép akaratát, állítsa le az építkezést, bírálja felül álláspontját, és kezdje meg velünk a régóta várt párbeszédet a jelenlegi bázis mielőbbi bezárásáról, mondta a politikus. A referendum ugyanakkor nem kötelező jellegű. A japán kormányfő úgy nyilatkozott, hogy bár tiszteletben tartják a népszavazás eredményét, a légitámaszpont új helyre költöztetése nem várhat tovább. Mert több mint 20 éve megállapodtunk az amerikaiakkal a bázis átköltöztetéséről, ami még nem történt meg, nem lehet tovább halogatni, mondta a miniszterelnök. A légibázissal szemben nem véletlen az ellenszenv. Az ott szolgáló amerikaiak 1995-ben megerőszakoltak egy 12 éves japán kislányt. 2016-ban egyikük megerőszakolt és megölt egy helyi nőt, 2017-ben pedig egy részeg tengerészgyalogos halálra gázolt egy helyi férfit. Házigazda nélkül rendezték meg a 91. Oscar-gálát. A rendezvény történetében erre 30 éve nem volt példa. Az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája 24 kategóriában osztott ki díjakat a 2018-ban készült filmek között. Álló tapssal üdvözölte a közönség az Oscar-gálát megnyitó Queen-t. A zenekarról szóló Bohém Rhapsodia kapta a legjobb vágásért, hangvágásért és hangkeverésért járó díjakat. A Freddie Mercury-t alakító Rami Maleket a legjobb színésznek választották. My family, thank you for all of this. Köszönöm a családomnak. Édesapám nem érhette meg, hogy lássa ezt, de szerintem most is lepillant rám az égből, mondta az egyiptomi származású színész. A Bohém Rhapsodiát a legjobb filmdíjára is jelölték, de azt a zöld könyv kapta, ami a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában is nyert. A benne játszó Mahershala Ali pedig a legjobb férfi mellékszereplő lett. A történet arról szól, hogy a különbségeink ellenére is szeressük egymást, mondta a rendező a filmről, amiben egy olasz-amerikai kidobó egy fekete zenészt kísér turnéra a déli államokba. Tarolt a Róma című alkotás is. Ezt választották a legjobb idegen nyelvű filmnek, forgatókönyvíróját pedig a legjobb rendezőnek és operatőrnek. Egy Mexikóvárosban dolgozó fiatal házvezetőnőről szól. Köszönöm, hogy elismertek egy őslakos nőről szóló filmet. A világon 70 millió háztartási dolgozó él jogok nélkül, akik karaktere eddig a mozi hátterébe szorult, mondta a rendező. A Fekete Párduc a Marvel filmek közül elsőként nyert Oscar-díjat. Kitüntették a legjobb látványtervezés, a legjobb jelmez és a legjobb eredeti filmzene kategóriában. A legjobb adaptált forgatókönyvért pedig a Spike Lee által rendezett Csuklyások kapott díjat. Ez volt a világhíradó, további jó tévézést, viszontlátásra!